Sziasztok, Kömke vagyok. Ez pedig legyen egy újabb sorozat, Osztom az észt címmel. Amúgy is szoktam osztani az észt, ez egy kicsit más lesz. Az ész az az építőipari sztoriknak a rövidítése. Aki egy kicsit is dolgozott építőiparban, vagy csak átélt egy nagyobb felújítást, építkezést, az tudja nagyon jól, hogy a melósoknál, művezetőknél, vagy éppen tervezőknél nincsen nagyobb pletykafészek a világon. Tehát a faluszéli öreg lányok, akik kint ülnek a padon, semmik hozzájuk képest, hozzánk képest. Amint van egy kis szabadidő, vagy éppen nem akarunk dolgozni, abban a pillanatban mennek a sztorizások. Mivel az építőiparban jó részt férfiak dolgoznak, hát lehet mondani, hogy ez igazából farokméregetés. Valaki mond egy sztorit, a mellette lévő ember, aki hallgatja, mond egy másikat, ami erre rásrófol. És egyre színesebb történetek jönnek elő, amik néha sokszor kiszínezettek, vagy éppen kitaláltak, ilyen urban legendek, mintha velem történt volna meg, címszóval mesélik. De azért valljuk be, és én pláne látom, hogy azért nagyon sok alapjuk van ezeknek, illetve nagyon sok valóságtartalmuk van, hihetetlen dolgokat lehet az építőiparban átélni, és ezeket a hihetetlen sztorikat várom tőletek is, méghozzá most hangjegyzet formájában. Mindenkinek van mobiltelefonja, lehet androidos, Apple, teljesen mindegy, hangjegyzet. Simán fölmond egy pár perces sztorit, amit ő nagyon jó pofának tart, esetleg tanulságosnak, de én inkább elmennék a vidámabb irányba. Legyen ez egy olyan sztori mesélés, ami sok embernek okozhat vidámságot. Aztán majd elmegyünk olyan irányba is, ami nem, de most egyelőre ilyen irányba. Ami nagyon fontos, hallgatható legyen, tehát a hang minősége ne egy flex mellől legyen felvéve. Ne legyen beazonosítható se a helyszín, se az emberek, se a cég, senki igazából. Tehát ha lehet, akkor kerüljük a személyneveket, meg személyesítéseket, minden ilyesmit, ami alapján beazonosítható lenne akár az időpont, akár a történet, akár az emberek. Nem nagyon szeretnék sokat vesződni a vágással, ezért előre felhívom a hallgatók, leendő hallgatók figyelmét, hogy itt bizony azért elcsattan egy-egy csúnya szó, építőiparról beszélünk. Én is megkapom mindig, hogy csúnyán beszélek a podcastjaimbe vagy a videóimba. Hát sajnálom, azért a lassan 30-35 év építőiparban eltöltött idő, ha beleszámolom a gyerekkoromat is, hát megteszi a hatását. Ezzel a bevezetővel együtt kikerül az első adás, ami részemről lesz egy szokás szerint monopodcast, amiben ilyen történeteket mesélek el. Hallgassátok sok szeretettel, és mondom, ha van ilyened, teljesen mindegy, hogy szakmunkás vagy, építető vagy, vagy csak hallottad való ezt a történetet, mondd fel egy hangjegyzetbe, küldd el e-mailben, legyen 2 perc, legyen 5 perc, teljesen mindegy, akkor többet egymás mellé fűzök, és nevessünk, tegyük publikussá. Jó, a lényeg, hogy ne legyen beazonosítható senki, sehol, semmi. Sziasztok!